utánam. Nos, itt vagyunk. Biztos, hogy ide jöttünk? Ez nem úgy néz ki, mint a büfé. Mi a fene? Ha ez egy vicc, akkor vicces, de ha nem, akkor... szomorú. Nagyon. Ti mindjárt kemény esetek vagytok. Kalapásod a fejembe. Nem vagyunk olyan kemények. Igazából diétázom. Mi? Ez egy ember diéta. Mikor megyünk ki innen? Már allergiás vagyok erre a helyre. Igazi férfivá kell változtatnom titeket. Fúrjatok a májamba, de a rendszeres munkátok nem hoznak eredményt. Szóval nem lesz többé? Szuper! Végre! Szabadság a rabszolgamunkától! Nem! Ez azt jelenti, hogy fokoznunk kell a rátok nehezedő nyomást, és a mai leckénk egy igazi gyárban lesz. Király, mi? Rendben, elég a lazálásból, és figyeljetek az első feladatra! Na ide figyelj! Legalább csináljatok valamit, amiért dicséretet kaphattok! Ha semmit sem török össze és épségben maradok? Igen, legalább ezt. Kapunk majd sisakot. A seregben kaptok sisakot, ha nem mentek át a vizsgámon. És hogyan fog minket megismertetni a biztonsági technikákkal, ha? Az az enyém. Pontosan. Csavarhúzót a fülemhez. Szóval az első szabály, vigyázz a kezedre. Második, vigyázz a lábadra. Harmadik, vigyázz arra a kettőre a képen kipróbálja fúrni egymás fejét. És ne feledjétek, rajta tartom a szemem. Minden mozdulatot az én gondos ellenőrzésem alatt áll, érted? Mi? Hé, haver! Mi? Milyen plecskák? Nem olyanok vagyunk, mint a nők, hogy ilyen hülyeségekkel foglalkozunk. Várj, mit csináltál? Flörtöttél a rendezővel, nem? Nem, több részletre van szükség ebből a pillanatból. Kövessetek! Gyötrelem, csak hogy itt végezd. Jobb lett volna, a suliban maradunk. Ez! Egy gyár. Ha tudod, hogy mi az.
Persze, hogy tudom. Nem vagyok hülye. Ez a legdivatosabb márkás kozmetikai bolt. Olyan sok jó dolog! Azta! Ez Fendi! Jaj! Gyűrűk! Mi egy gyárban kötöttünk ki. Rögtön látszik, hogy ki a falusi. Semmit sem értesz a divatiparhoz. Alig várom, hogy találjak itt valami divatruhat, de jaj, olyan szép, szipi-szuper ruhákat, jaj! Mondjunk neki valamit? Nem, csak nevessünk rajta. Őszintén csalódott vagyok. Azt hittem, hogy a srácok titkos kirándulása valami... Nem egy gyár. De mi értelme van ennek? Hogy kielégítsük a kíváncsiságunk. Nem érte meg. Egyetértek. Hogy tetszik az új kesztyűm és a sapkám? Sikkes és fényes. Hosszú napunk lesz. Ó, szépség! Mégis mivel tudnám lenyűgözni ezt a munkást? Szia! Ó, szia! Olja! Mégis mit csinálsz? Kipróbálom ezt. Ki kell találnom, hogy alkalmas-e az én kis körmeimre, vagy sem? Igazából ez nem köröm reszelő. Nem vagyok hülye. Ez reszelő, ugye? Nos igen, de... Szóval ez egy reszelő. De nem köröm reszelő. Ez fához való. Te vagy itt a fa! A fűrész egy nagyon veszélyes szerszám. Akkor mit keres egy butikban itt? Milyen butikban? Hát ebben ma. Egyáltalán ugyanabban a valóságban vagyunk. Mit kereső itt? Olja! Micsoda dolog! Ez valószínűleg egy modern masszírozó. Oda kéne tennem a kezemet. Talán ide! Ne! Ne keveredj bajba, kérlek szépen! Mi olyan nagy dolog? Én csak egy kézmasszást akartam. Ezekre! Csak? A préselővel? Azzal a dologgal! Azzal a hatalmas dologgal! Ez egy hidraulikus prés! Bármit össze tud zúzni! Még az agyamat is! Hogy tudsz étlapítani valamit, ami nincs is ott? Bármit! Bármit, érted? Ezt nem értem. Most megmutatom! Fúj, belsőség!
Nem elészed? Az az én hamburgerem! Hey, add vissza! Na, ki a burger tulajdonos? Gyerünk, dolgozzatok gyorsan! A nap még mindig magasan az égen! Mi? Azt mondom, csenges a tanárnak! Most sem értem. Mi van? Egy szünetet neked, ebéd a tanárnak, neked pedig munka! Ez mind miattad van? Mi van? Persze. Fűrész a fejemhez. A munka! Tényleg férfit csinál a majomból. A burger pedig férfiból majmot. Készen az? Igen. Többet. Még többet. Még. Tudod, mi ez? Ez egy gép. Lyukakat tud csinálni. A feladatod az, hogy lyukakat csinálj oda, ahova rajzoltam. Biztos vagyok benne, hogy ez meg tudod csinálni. Jé, tényleg megcsináltam. Szia, kicsim. Hé, ez az én vonalam. És te mégis mit csinálsz itt, ha? Oké, adok egy leckét. És nálam van a másik fele. De hisz te már egész vagy. A szarvánál fogd a bikát.
Hagyd abba! Mit tettél a feladatommal? A feladatom! Nem én voltam, az egészet ő csinálta. Hogy megy a munka? Ó, micsoda borzalom! Ki az a szörnyeteg, aki ezt tette? Egy fúró a szemembe. Ő volt. Ki az a nő? A te remegő kezed? Vagy a csirkevágásod? Elsőre is jól csináltam, és aztán úgy, csak úgy. Aztán felébredtél. Gondoltam. Kettes neked, és tüntesd el ezt a rémálmat a szemem elől. Minden a lányok miatt van. Gyerünk! Ez az! Keményen kell próbálkoznunk, hogy ötöst kapjunk. Támogatom. Ha mindent tökéletesen csinálunk, talán az év végéig elenged minket a leckéi alól, érted? Nagyszerű lesz. Igen, egyet értek. Szóval, fogjunk össze és dolgozzunk együtt a legjobb eredményért, ugye? Így van? Ez az! És te ebben egyet értesz? Ez a gyűrű nagyon! A gyűrűket általában ujjakon hordják. Képzeld el, hogy ez nem egy szokásos gyűrű. Annyira szokatlan, hogy egyáltalán nem is gyűrű. És nem lepődsz meg, hogy itt vagyunk, és nem a suliban. Én meglepődtem. Mit keresel itt? Jelenleg a kijáratot. Hol van? Ne zavarj minket munka közben. És mind dolgoztok? Hát még nem döntöttük el, mert félbeszakítottál minket. Rendben, elmentem. Köszönöm. És mégis hová mész? Valahogy le kell győznünk a munkást. Érted? A munkász! Mi lenne, ha először kéten nyűgöznénk le, aztán a munkászt? Állj! Szó sem lehet róla! Szóval? Nos, össze tudunk rakni valamit. Valami, ami a tanárok szeretnek. Valami ötlet? Hűha. Érted, zavar? Egy jó lesz. Nyaklánc a legújabb kollekcióból tetszik? Igazából jól néz ki. Szökimásznak nincs ilyenje. Ki
mondta, hogy az utolsó kollekció, akármi is, az enyém legyen az. Valójában nekem adták. Te semmit nem értesz a márkákhoz. Ki engedett be ide téged ebbe a cumba? Ez nem márka volt, hanem gyár. Azt hiszed, hogy ennyire hülye vagyok? Nem fogsz átverni. Add vissza! Ez az én nyakláncom. Az én drágaságom. El az útból! El az útból! Mr. Fancy! Olyan meleg van itt. Miattad van az? Srácok, nem láttátok Olját? Nekem is lenne néhány kérdésem, de úgy érzem, hogy nem fogok egyértelmű választ kapni. Itt is van! Ne, engedj el! Ne! Semmi sem fog történni vele. Abba hagynád? Mindig elvonja a figyelmet. Igen, azt hiszem. Először is koncentráljunk a munkára. Rendben. Ezt mind érted? Gerald! Te, segítség! Miben? Szép Kate-nek! Nem fogok segíteni neked miatta! Akkor segíthetnél jobban! Mi folyik itt? Megszületett az őrült haverod, az van. Akartam nyűgözni. Lenyűgözni, most vigyél ki innen. Nem tudom, hogyan. Szükségünk van a tanárra. Oké, gyerünk. Ne hagyjatok itt. Gyorsabban. Szóval, mi olyan fontos, hogy meg akartad... Ó, Istenem. Hello. Mégis mi a... Ne hagyd ki a folytatást! Mi folyik itt? Végre! Szabadság a rabszolga, szabadság... Meglepetés! És ki fogja nekünk megmutatni a technikát? Ez... Azt se tudod, hol vagyunk. Mi? Alkalmas lesz az én vödör. De hát ez a... Szóval ez egy körömreszelő. De hát ez... Szóval ez... De hát ez... Hagyd abba! Hoztad! Ó, Istenem! Nem bírom! Gyerünk! Nézd, nézd! Újra! Na, gyerünk, szegény! Ott próbálsz munkát szerezni. Mellékállás. Milyen ijesztő. Ha most hozzám nyúlok, az arcomba robban. Rendben. Szőrszál. Szürkék. Ott nézzétek.